Nem tudom, hogy melyik ablak mögött éppen melyik államtitkárság található, de szeretnénk biztos lenni abban, hogy a hangunkat a felső emeletig hallják. Ezért azt kérem, hogy háromra kiártsuk azt, hogy nem hagyjuk. Egy, kettő, három! Nem hagyjuk! Bizony, hogy nem hagyjuk. Nem hagyhatjuk. Nem fogok hosszan beszélni, de amit mondani szeretnék, az fontos, hogy mindannyian jól az eszünkbe véssük. A szélsőséges társadalmi egyenlőtlenségek átidalásának eszköze az embereket közvetlenül megérinteni és elérni képes kultúra lehet. Éppen ezért a szerencselovak és dilentánsok térhódítása az érdemi munkát lehetetleníti el. Kerényi Imre. Kerényi Imre propaganda tevékenysége az író szakmák, a könyvkiadási szakmák és a képzőművészet megalázása, az állampolgárok aljasítése közel 500 millió forintból. Markó Iván. Markó Iván. Érdemtelen kitömése pályáztatás nélkül 155 millió forintból szintén elfogadhatatlan, és azt üzeni, hogy alkotóművész sem a felelős gondolkodásra, ám de az értékelhető teljesítmény felmutatására sem kötelezhető. Fekete György. Fekete György gondolatai, gondolatisága, Gyöngyösi Márton képviselő vállalhatatlan és visszataszító gondolatainak édes testvérei. Az állami vagyon lerablása, és közel 2,5 milliárd forint elistandolása a közös kasszából. Kijelentései, félelmet keltő megnyilvánulásai gátolják a szabad gondolkodást, ezért elfogadhatatlanok. Vidnyánszky Attila. Vidnyánszky Attila igazgatói kinevezése a Nemzeti Színház élére úgy, hogy a bírálóbizottságban saját beosztottai döntöttek róla, a pártállami időket hozza vissza. Nem hagyjuk! Olyan művészeti és kulturális életre lenne szükségünk, ahol a valódi teljesítmény számít, ahol az újító, bátor, társadalmilag érzékeny alkotókat támogatják, ahol a pályázati mechanizmusokon keresztül átlátható és tisztességes versenyhelyzetet lehet végre teremteni. Erre lenne szükségünk. Fekete György egykori lakberendező, a kultúrpápa, Barkács megoldásai, hogyha ellepik otthonainkat, ha ezt hagyjuk, akkor azzal végérvényesen kinyilvánítjuk, hogy hozzájárultunk szellemi kizsákmányolásunkhoz. Ha Fekete György lehet az ma Magyarországon, aki megszabja, hogy mi az, ami magyar és kortárs, akkor itt a demokratikus kultúránk maradékai is perceken belül szafatokkal fognak lógni rajtunk. Már a Magyar Művészeti Akadémia önkényes kiemelése is torz lépés volt, merénylet a kulturális és művészeti életünk autonómiája ellen. Ez nem az akadémiai tagokról szól, nem az ő művészeti teljesítményükről. Bármilyen önkényes kiemelése egy önjelölt szervezetnek elfogadhatatlan volna és példanélküli.
Ugyanakkor Fekete György átlépett egy határt. Fekete György átlépett egy határt. Kijelentéseivel kiírta magát a demokratikus közéletből. Kiírta magát a demokratikus közéletből, éppen ezért alkalmatlanná vált bárminemű vezető kulturális tisztség betöltésére. Mindezek tetejébe a mai napon megtagadta megjelenését a parlament ellenőrző bizottsága előtt. Ez tűrhetetlen, és éppen ezért neki magának és a Magyar Művészeti Akadémia még megmaradt felelős tagjainak az ebből adódó konzekvenciákat le kell vonniuk. Ma Magyarországon milliók kényszerülnek a minőségi kultúra nélkül élni szerte az országban. És művészeti közéletünknek most nincs lehetősége erre reagálni, mert megmaradásáért küzd. Olyan időket élünk, amikor a legkiválóbbak kényszerülnek gazsulálni azoknak, akiket kizárólag a politikai önkény emelt pozícióba és saját végeérhetetlen önimádatuk. Ma kiveszni látszik az, ami értéke a társadalomnak, hogy átadja helyét a középszer tündöklésének. Véget kell vetni az ideológiai megosztottságnak. Nem válhatunk kollaboránsokká. Nem hagyhatjuk, hogy leraboljanak és kizsákmányoljanak minket. Ez a felelős értelmiség küldetése. Fekete György ma még csak a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. 2 hét múlva a műcsarnoké is. Fekete Györgyökből ugyanakkor még szép számmal akadt szerte az országban. Így előbb-utóbb mindenhol felüthetik a fejüket, ahol passzivitásunkkal és kushadásunkkal teret engedünk nekik. Ne hagyjuk! Fekete országot álmodtam én, ahol minden fekete volt. Minden fekete, de nem csak kívül, csontig belőig fekete. Fekete, fekete ég és fekete tenger, fekete fák és fekete ház, fekete állat, fekete ember, fekete öröm, fekete gyász. Fekete érc és fekete kő és fekete föld és fekete fák. Fekete férfi, fekete nő és fekete, fekete, fekete világ. Áshatod éne, vághatod egyre az anyagot, mely lusta tömör. Fekete fölbe, fekete hegybe, csak-csak a csákját fúr be, fúrod. S mire merítsd, vár tinta patakját, még feketében árad ömböl. Nézd a fű magját, nézd a fa magját, gerbe tojását, csiragolyót. Fekete, 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 fekete kelme, fekete elme, fekete arc és fekete gond. Fekete ér és fekete vér és fekete felő és fekete csont. Mászik a napfény, vendég máza, annak a színek piktora mind. Fekete belül a földnek váza, nem a fény festi a fekete színt, karcsú sugár ecsetével ment.
fekete, 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 az anyag rejtett lelke, jaj! Nagyon köszönjük a megjelenéseteket, nagyon köszönjük a támogatásotokat. Ennek a rendezvénynek most vége van, de a tiltakozó akciók nyilvánvalóan nem érhetnek véget. Most viszont arra kérünk benneteket, hogy békességgel távozzatok a Kossuth tér irányába. A Humán Platform folytatja működését. Kövessétek minket a webes csatornákon, legközelebb, legkésőbb, január végén újra jelentkezünk. Köszönjük a figyelmeteket!